Alig másfél éve rukkolt elő első felvételével a Kőbányai Zenei Stúdió igazgató helyettese Tornóczky Feri által alapított négytagú Tornóczky Olexes zenekar. Ennek ellenére a Power Blues játszó banda szeptemberben már ki is adta Elkezdték, folytatjuk című első nagylemezét. Az albumról a srácok most a sorrendben harmadik megklippesített dalukat hozták el hozzánk, így természetesen ennek készítéséről beszélgettünk velük, de mivel Feri több növendéke is játszik Azaria zenekarában, így a fiatal előadóról is megkérdeztük a véleményüket, de hogy hogyan is lesz egy óriásból földönfutó, azt már is a basszusgitáros Temesi Berci és a gitáros Tornóczky Feri mondja el nekünk már is. Ez volt a mi törzshelyünk. De sokat ültünk kettesben itt. Mindig telt ház és neon betűk írták. A gondot hagyd ki. Eltelt azóta sok év, ennyi volt, elbukott, lehúzták arról. A zenekarnak a lemeze megjelent, Tornóczky Olexes zenekar Elkezdték, folytatjuk című lemeze megjelent szeptember 15-én, ezt be is mutattuk 30-án, és azóta a harmadik videóklipünk jelent meg. Köszönhetően nektek ez képernyőre is kerül, a dal címe az, hogy így lesz egy óriás földönfutó, és ami érdekessége, hogy drága Lombos Marci barátunk, aki minden eddigi saját dalunk szövegét írta, elvállalta a főszerepet a klipben, illetve a drága Bárány Anna, kiváló rádiós kolléganőnk és jó barátunk szintén elvállalta a rossz lány szerepét a klipben. Gyorsan jött gazdagság az ember, a más gárán nem tanul. A zenekar első megjelenései elsősorban olyan feldolgozásokat tartalmaztak, amik nagyon fontosak voltak számunkra, ezért is adtuk ezt a lemez címet, hogy Elkezdték, folytatjuk, hiszen kiválóságok, említhetjük akár Hobót, Deákbill Gyulát, Tátrai Tibuszt, Charlie-t, Generált, nagyon sokakat, akik elég komoly lábnyomokat hagytak itt maguk után. Szeretnénk ezt a vonalat továbbvinni úgy, hogy a fiatalabb közönséghez is eljussanak ezek a kiváló muzsikák, viszont természetesen jött az az ihlet, hogy szeretnénk saját dalokkal is előrukkolni, ezért jelent meg az első lemezünk, és mondani valójában szerettünk volna olyan hiteles, őszinte, velünk megtörtént sztorikat átadni a közönségnek, amit ők is magukénak érezhetnek, és bele tudnak ülni abba a székbe, amiben íródott akár az Így lesz egy óriás földönfutó. Ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy bármikor megtörténhet az emberrel az, hogy egyik pillanatban fent, a másik pillanatban lent, és ehhez nem kell sok minden, ez egy másodperc alatt megtörténhet az ember életében. Fontos, hogy emiatt helyre rakjuk magunkat, és tudjuk, hogy hol a helyünk, vagy hogy honnan jöttünk. Természetesen az összes többi szöveg kapcsolódik a másikhoz, már csak azért is, mert Marci, Lombos Marci drága barátunk, aki a szöveget írta, és aki a klip főszereplője, leült több ízben a zenekarral, főleg Ricsivel, az énekesünkkel, és rettenetes nagy sztorikat mesélt el a Ricsi, ennek köszönhetően a 20 éves Verdájáról, amit végül úgy adott el, hogy el is köszönt tőle, erről is születtek történetek, tehát ilyen módon összekapcsolódnak a sztorik, mert igazából rólunk szólnak, és teljesen hiteles történetek, és amennyire hiteles történetek, annyira hiteles ez a zenekar is, és annyira őszintén összetartó. A dalnak a mondani valója az valami olyasmi, hogy az ember el tud jutni nagyon magasra, és hogyha azt gondolom, hogy ott mondjuk a személyisége megváltozik egy picit valamennyire, amikor a csúcson van, akkor nagyon-nagyon könnyen előfordulhat, hogy földön futóvá válik. És nem volt ez könnyű tulajdonképpen, bár a dal nem rövid egyébként, de egy ilyen 5 vagy 6 perces klipbe ezt sztoriként szerintem összerakni. Megpróbáltunk mindenképpen, ugye nyilvánvalóan a dal született meg előbb, és megpróbáltuk úgy csinálni, hogy a videóklip az így hűen kövesse a dalszöveget, és én azt gondolom, hogy elég jól sikerült, úgyhogy nincs más hátra, mint megkérnem ezennel a nézőket, hogy tekintsék meg, és mondják meg, hogy átmente nekik valóban az a történet, hogy lett egy óriásból földön futó. Az Azaria jelenség szerintem nagyon jó, ez az elnevezés egyébként, hogy jelenség. Az a helyzet, hogy aki
ebben a szakmában dolgozik, vagy erről alkot véleményt, azt szerintem nem tehet mást, mint megemeli a kalapját, mert ezt elérni, amit ő elért, ez gyakorlatilag példátlan dolog, én szerintem. Viszont az biztos, hogy én, mint muzsikus, nem erre vágynék. Tehát alapvetően nyilvánvalóan ez a produkciónak ez volt a célja, hogy minél nagyobb tömegek előtt adhassa elő azokat a dalokat, szerzeményeket, amiket ők ugye kitaláltak, összeraktak. Ezt én a saját szemszögömből nyilván látom valahogy, ami egy szubjektív vélemény. Ezt kifejezetten így véleményezni nem szeretném, mert én azt gondolom, hogy ez a dolog ez nem erről szól. Ez a dolog, ez az azeria jelenség, ez arról szól, hogy minél nagyobb tömegekhez eljusson, és ez tökéletesen véghez is vitte. Úgyhogy én megemelem a kalapom egyébként.